Május 26-tól május 31-ig a Platán és a Szeretőkezek idősek klubjából összesen 16 fő kapcsolódhatott ki Ferencváros önkormányzatának Balaton Széplaki üdülőjében. Kíváncsiak voltunk, milyen élményekkel tértek haza a résztvevők, ezért meglátogattuk őket a József Attila lakótelepen. Mi innen is szeretnék és köszönetet mondani mindenkinek, a polgármesterasszonynak, vagy az összes közreműködőknek, ugye, mert itt nagyon sok kézen keresztül megy, hogy mi eljuthatunk a Balatonra. És na, ezt is köszönöm szépen mindenkinek, meg ezzel kapcsolatban jó egészséget is kívánok mindenkinek, és remélem, hogy hát még megadatik, hogy majd el tudunk jutni a Balatonra, mert nagyon jó, és nagyon jó a közösség is. Ugye már Zömivel egyedül vagyunk, és akkor itt annyira, itt bent az otthonban is nagyon jó a közösség, mert olyan szeretettel fogadnak bennünket, bármikor, és ez olyan jó érzés idejönni. Régen voltam már, korábbi időben már többször voltam, és hát azért látjuk a fejlődést ott, hogy hát a környezet is szebb, meg maga az üdülő is megpróbálták egy kicsit kényelmesebbé tenni. Igen. A két gondozónő, akivel voltunk, a Mártika, meg a Marcsika volt velünk, és hát az ő irányításukkal mentünk kirándulni, és hát nagyon-nagyon jó programokat állítottak össze. Volt kvízjáték, akkor ilyen táncos délután is volt, túrákat csináltunk. Egyik nap pedig bementünk Siófokra, ahova egy fotó kiállításnak a megnyitójára mentünk, és volt szerencsénk a Rákati művésznő előadását meghallgatni és fotózkodni vele. És bent a üdülő területén is nagyon jó kis programokat állítottak össze a lányok. Bográsozás volt, akkor palacsintasütés, meg ilyen dolgok voltak. Úgyhogy mindenki nagyon-nagyon, én merem mondani, hogy a Szeretőkezek otthonából, akik voltak, hogy nagyon jól érezték magukat. És nagyon-nagyon köszönjük azoknak, akik lehetővé tették ezt a kis pihenést, egy kis változatosságot az idősek életében. Az üdülésről kipihenten és élményekkel gazdagon telve tértek haza. A résztvevők köszönetüket fejezték ki a lehetőségért, a körültekintő szervezésért és a változatos programokért.